Hello, sziasztok! Régen volt YouTube-ra videó, most ezt szeretném feltenni. Jelenlegi állományt, sertésállományt, 9 kismalac, 1 göbe. Csalánoznak, göbe jó sovány, jó leszívják a malacok, az a jó. Valahol nem jó, de mégis jó. Azért nem jó, mert sokat kell regenerálódnia. Tehát több idő, regenerálódási idő, még föl tudja venni újra a úgymond kant. De nem kanna van, ugye, hanem mesterségesen nyomjuk mi a termékenyítést. Viszont később buk be, hogyha nagyon leszivatjuk a malacokkal. De még csak három hetesek, 3,5, azt hiszem, vagy valahogy így. Ők vannak, csalánoznak. Mindjárt mutatom a hizókat. Na. Ők a hizók, ők disznóparét kaptak. Most nem azért, mert különbség van, hanem nekik ilyet szedtem. Kész. Ők disznóparét kaptak. Na, hol a fejetek, bunkók? Hátrébb meg nem félnek be a képbe, gyerekek. Ja, ők ilyenek. Várjátok, kicsit fölemelem bal kézzel, megpróbálom följebe menni. Az így talán jó lesz. De ők ekkorák. Pár szál csalán nekik is van, meg jobban disznóparét hoztam nekik. Ilyen vegyesen mondjuk. Kutya, dongó, láncon még mindig nem lehet elengedni, mert elcsászkál. Aztán cseszegetnek az emberek a faluból, hogy mászkál, meg böllenkedik minden kutyával. Olyan kis izének néz ki, olyan kis bágyatnak mindennek, de amikor lát egy macskát, meg van bolondulva. De amikor elmegy a faluba, akkor vége a világnak, tennék cirkuszul. Lopja a csibéket. Nem hozza haza, az a baj, megeszi őket. A másik meg ott van már az óliába, hogy ogyózsgyó. Ott szépen Nazirának a kutyája, majd elviszi magának haza Nazira. A kis unokám. Na jó, körülbelül ennyi. Ja, még valami fontos. Hú, gyerekek, valami fontos. Csapdában mostanában nem volt semmi. Bejött a fa is, ide nézzetek. Világít az a nap. Valahogy megoldom másképp, mondjuk így. De innen jobb lesz-e. Ja, behoztuk a fát. Várjátok, így, azaz. Azaz, körülbelül ennyi. Nagyjából így. Még szeretnénk szedni egy körülbelül ennyit, aztán majd meglátjuk. Vaspin a felső udvarban a javításra szorul, letört róla egy darab vas, vissza kell hegesszem. Azt tartja a motorháztetőt. Majd vissza kell hegesszem. Na jó. Ilyen szép erre minden mifelénk felétek, és szomszéd gyönyörű kukoricája. Nagyon szép kukoricája van a szomszédnak. Na jó, sziasztok, szép napot mindenkinek, legyetek jók. Hétvége peca mindenkinek, srácok, talán mi is megyünk vagy szombat, vagy vasárnap. Sziasztok!